Az már hónapok óta ténykérdés, hogy a Questor botrányban a kormánynak tudomása volt arról, hogy a pénzintézet körül problémák vannak, több minisztérium ezért az utolsó pillanatban mentett ki hatalmas pénzeket, fogalmazott sajtótájékoztatóján Mirkucki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője. Mint mondta, pártjának képviselői hivatalosan is nyilatkoztak arról, hogy nem vette ki pénzt a Questorból a bedőlés előtti napokban. Hozzátette, e kezdeményezéshez tudomása szerint még egy Fidesz-KDNP-s politikus sem csatlakozott. Mi arra szólítjuk föl a Heves megyei Fidesz-KDNP-s képviselőket, legyen az polgármester, legyen az önkormányzati képviselő, egyszerű pártfunkcionárus, vagy éppen a megyei közgyűlés bármilyen tagja, hogy ha már országos szinten, frakció szinten nem hajlandó erre a pártjuk, akkor ők helyben nyilatkozzanak arról, BTK felelősségük tudatában, hogy a Questor bedőlés előtti hetekben menekítettek-e, vettek-e ki bármilyen pénzt ők, vagy közvetlen családtagjaik. A Honatya szerint már az is sok mindent elárul, ha a Fidesz-KDNP-s politikusok megtagadják ezt a nyilatkozattételt. Úgy fogalmazott, mindent megtesznek azért, hogy a Questor botrány ne legyen a következő kulcsárügy, aminek a felelőseit már 12 éve nem sikerül megtalálni. Mi ennek szeretnénk elérni?